hatást adtak, aki kegyelmével segíti a hitoktatók munkáját. A Székesfehérvári Egyházmegye második alkalommal hívta össze hitoktatóit továbbképzésre a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házba. A szakmai nap témája az aktuális kérdéseken túl a szentségekre való felkészítés volt. A hitoktatók második szakmai napját elkezdjük, akkor úgy gondolom, hogy az első szónak, aminek itt el kell hangzani, az a köszönet szava kell, hogy legyen. A nap programját Spányi Antal megyéspüspök nyitotta meg. A főpásztor beszédében hangsúlyozta a példaadás és az ima nélkülözhetetlen szerepét a hitéletre nevelésben. Ahhoz, hogy valaki a hitet át tudja adni, ahhoz nyilván kell egy biztos tudás, hogy ő ismerje maga hitét, a hitrendszert, az egyház tanítását, de feltétlenül kell az is, hogy ő ezt a hitet megélje, és ne csak szóban adja le az anyagot, amit éppen azon a hittanórán tanítani kell, hanem azt a saját életével is igazolja, mutassa meg. Azt hiszem, ez a hiteles hitoktatásnak az egyik legfontosabb alappillére. Én fontosnak tartom azt is, hogy a hitoktató imádságos lélekkel végezze ezt a munkát, imádkozza át azt az anyagot, azt a részt, amiről éppen a hittanórán szó lesz, és ezen túl imádságban hordozza, imádságban kísérje azokat, akiknek ő a hitet átadhatja, akik előtt a hitről tanúságot tehet. Ez a kettő nagyon összetartozik, nagyon fontos, és úgy gondolom, hogy egy eredményes evangelizátori munkának alapfeltételei. Szalma István, a hitoktatási felügyelőség elnöke, az egyházmegyei hitoktatási szabályzatot elemezte részletesen, majd a 2014-15-ös tanév óralátogatásait értékelte, és mindezekhez kapcsolódóan aktuális kérdésekről adott tájékoztatást. Szükségessé vált egy szakmai napnak a megszervezése, ezért már tavaly első ízben tartottunk ilyet, hasonló időpontban az őszi szünetben. Az idén ez ennek a folytatása, fő témája a tavaly 2014-ben a püspöki konferencia által elfogadott iránymutatás, hitoktatással kapcsolatos iránymutatásnak a applikáció, amit mi elvégeztünk itt az Egyházmegyében, a saját lehetőségeinkre, helyzetünkre formázva, valamint visszatekintünk az elmúlt évre, az óralátogatások tapasztalataira. 57 óralátogatást végeztek a szakfelügyelők az esperesi kerületekben. Elkészültek nagy részben a tanmenetek, jóváhagyásra kerültek. A napnak a célja az, hogy tájékozottak legyenek a hitoktatók, minél hatékonyabban tudják elvégezni a feladataikat, tudják a jogaikat, tudják a kötelességeiket, és ez szerintem nagyon fontos, hogy ez így legyen. Ugrics Tamás püspöki irodaigazgató arról beszélt, hogyan jellemzi a keresztény lelkiség világnézetében, értékrendjében, életvitelében a hitoktatót. Egyik oldala életünknek, amit teszünk, és nagyon fontos alap, ami bennünk van, hogy tulajdonképpen kiért tesszük azt, amit teszünk. Nem csak valamit tennünk kell, hanem valakinek a szeretetét közvetíteni kell az emberek felé, és ebből a szeretetből fakadó igazságot, amelyet szeretnénk megtanítani a gyermeknek. Nagyon fontos, hogy egy hitoktató tudja, minden nap átérezze, hogy Krisztushoz tartozik, az egyházhoz tartozik. Krisztus hívta meg a szolgálatába, és az egyház nevében végzi azt, amit végez. Ezért fontos a lelkiségünk megőrzése, hogy Krisztuséi maradjunk, és az egyháznak az igazságát, egyháznak a szeretetét közvetítsük az emberek felé. Fontos ezért a mindennapi lelki életünkkel való törődés, amely nem csak egyéni kapcsolat Krisztussal, hanem egy közösségi kapcsolat az egyházzal is. A dokumentáció mikéntjéről beszélt, a hit és erkölcstan oktatására vonatkozó adatszolgáltatást ismertette a hitoktatóknak Visiné Farkas Katalin oktatásügyi referens. Az adatszolgáltatás nagyon fontos. Nem csak azért, mert ezzel tudjuk bizonyítani, hogy az a pénz, amit az állam felénk ad, azt jogosan, jogszerűen használjuk fel.
Semegi Józsefné hitoktató, területi referens az elnaplóról és az úgynevezett Bellármén hitoktatás nyilvántartó rendszer bővítéséről beszélt a katekétáknak. Későbbiek során lehetőség lesz arra, hogy kinyomtatni, tehát a naplóknak az óra menete az kinyomtatott formában rendelkezésre. A nap végén esperes kerületenként kis csoportos, majd fórum beszélgetésekre volt alkalom a szentségekre való felkészítés témájában. Az egyik nagy kérdés az, hogy a szentséghez járulás az nem ki első áldozás, ki bérmálkozás, hanem az egyház közösséggel szeretnénk kapcsolni azokat a fiatalokat és természetesen felnőtteket is, akik keresnek. Nagy probléma az, hogy ma már nagyon kevés gyereknek van háttere, sőt a fiatalok sem találnak támogató családot. Tehát már az is egy nagy szó, hogyha a szülő támogatja a gyermeket abba, hogy eljöjjön szentmisére. Iskolai hittanon könnyebb, mert órája van, jelen kell lenni, de már egy plusz foglalkozás, a közvetlen előkészítés, az már bizony gondot okozhat, mert most ezért, azért, amazért nem érünk rá. És a szülőnek nem igénye, a gyerek egyedül ezt nem tudja megoldani. Fiatalnak is nehéz, de talán egy nagyon fiatal könnyebben elhatároz, hogy én pedig ezt szeretném. A szakmai és információs nap tartalmas előadásai után számos gyakorlati tanáccsal gazdagodtak a hitoktatók, amelyeket használni tudnak majd munkájuk során. Ugrics Tamás zárszavában hangsúlyozta, a lelki szakmai pedagógiai felkészültségen túl nagyon fontos, hogy missziós lehetőségként tekintsenek az iskolai hitoktatásra, amely a plébániai közösségekben nyeri el igazi értelmét a szentségek ünneplésével. Azt gondolom, hogy érzi mindenki azt a történelmi helyzetet, amiben vagyunk.